A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően számtalan otthonteremtési támogatás és kedvezmény segít a családoknak. Eligazodni viszont talán nem is olyan könnyű ezek között. Ezen próbál segíteni egy pénzügyi kalkulátor. Egy internetes felületen a megfelelő adatok beírásával bárki pillanatok alatt láthatja, hogy mire jogosult. Barnáik pedig majd mutatják is ezt a kalkulátort. Köszönöm szépen, így van, megpróbáljuk. Itt van velünk Skype kapcsolatban Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu ügyvezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Lát bennünket, hall bennünket, na, csapjunk bele! Annyiféle támogatás van, én föl se tudom sorolni a bőség kosarában, mondhatnák, de nagyanyám azt mondta mindig, a vantól fiam nem kell félni, az mindig jó, ha van. De hát most kukkantsunk bele, hogyan tudja azt valaki eldönteni, hosszas keresgélés és beszélgetések után, hogy neki mire van szüksége, melyik a legjobb, melyiket veheti egyáltalán igénybe, ehhez segít az önök új rendszere? Így van, pontosan erről van szó. Mi abból indultunk ki, hogy alapvetően minden családnak van egy olyan igénye, amit finanszírozni szeretne, vagy új lakást vásárolna, használt lakást felújítana, valamibe belefogna, szeretne tovább lépni lakhatási céllal. Minden egyes támogatási elemnek eltérő lehet az igénybevételi feltétele. Mi azt alakítottuk ki, hogy elég azt tudni, hogy mit szeretnénk megvalósítani, és elég, hogyha beírjuk a családnak az adatait, és a végén megkapjuk azt, hogy csok támogatásra, illeték visszaigénylésre, áfa visszatérítésre, babaváró hitelre, felújítási támogatásra összességében mire vagyunk jogosultak, és azt hogyan tudjuk igénybe venni. Na, akkor tegyünk egy próbát, nálam már itt a honlap, beálltunk hozzá, akkor Balázs, indulhatunk? Én azt mondja, a kalkuláció indítása, én elindulok, jó? Kedves nézők is fogják látni, ehol van mi. Azt mondja, csak menjünk végig, nyilván nem végig, mert arra nem lesz időnk, csak hogy kell elindítani. Azt mondja, mire fordítanád a támogatást? Azt mondja, építés, bővítés, felújítás. Én most akkor bővíteni szeretnék, ugye mindet ki kell tölteni. Azt mondja, házasként igényled? Igen. Na, nem találja. Úgy van, hány gyereked van jelenleg? Hát beütünk, és mondjuk legyen egy. Hány gyereket szeretnél még? Három vagy több. Van adótartozásod? Nincs. Most én itt próbából csinálom. Hány év folyamatos TB tartozásod van? A válasz ott van, legalább három év. És ha mindent kitöltöttem, bocsánat, hogy átvettem a szót, de majd ön folytatja, kattintunk egy továbbot, és akkor már is a gép dolgozik, és jön a következő kérdéssor. Most nem akarok végigmenni, tehát ha ezt mind bepötyögjük, ilyenek vannak itt, hogy mennyi az ingatlan értéke, mekkora az ingatlan alapterület, és a végén mi jön ki? A végén kijön az, hogy forint fillére pontosan, hogyha megadtuk az adatainkat, akkor visszakapjuk azt, hogy mennyi támogatásra vagyunk jogosultak, mennyi kedvezményes hitelre vagyunk jogosultak, mint például babaváró hitel, és mindemellett még ott van az is, hogyha ez nem lenne elég, akkor mennyi piaci alapú lakáshitelt tudunk felvenni a céljainknak a megvalósítására. Összességében ez az, amit visszaadunk. Támogatás, támogatott hitel és piaci alapú hitel, ez a három, amiből meg tudjuk valósítani az ingatlan céljainkat, és ez az, amit végig tudunk kalkulálni, anélkül, hogy az összes jogszabályt végig kéne pörgetnünk és az összes betűt értelmezni benne. Felteszem, én nem mentem végig benne, de úgy gondolom, hogy ez néhány perc alatt végig futtatható ez a rendszer, hogyha én most elkezdek jogszabály, jogász vagyok, próbáltam már, jogszabályokat böngészni, lehet, hogy két hétbe is telik, most magamra értettem, lehet, hogy másnak egy nap alatt is megy. Igen, tehát a kalkulátorunkat körülbelül 3 perc alatt lehet kitölteni. Az fontos, hogy csak akkor ad jó eredményt, hogyha helyes adatokat rögzítünk benne, nem pedig kívánt adatokat, és alapvetően ugye nálunk a szakértőink a jogszabály értelmezésbe is megfelelően nagy energiát vetettek, azaz ott, ahol esetlegesen többféleképpen lehetett értelmezni valamit, ott utána jártunk annak, hogy pontosan mi lesz a gyakorlati alkalmazás. És a végén tehát feldobja nekem, fölkínálja az összes lehetőséget, mely a bevitt adatok alapján nekem jár, vagy nem jár idézőjelben, melyet igénybe vehetek. Nem magam döntöm el, hogy ebből mit szeretnék. Ez pontosan így van. Ez egy információs támogatás arra vonatkozóan, hogy ne kelljen egyedül dolgoznunk, hogy kiderítsük, mire vagyunk jogosultak és mit vehetünk igénybe. Ha végig tanulmányoztuk azt, hogy mire vagyunk jogosultak, mit vehetünk igénybe, utána
Ezt követően ugye jellemzően több millió forintos döntésről van szó, a család még összeül, végig gondolja, mit szeretne vállalni, mit tud vállalni, és ezután születik a döntés, és ezután nyugodtan el tud indulni a család a megvalósítás útján. Egyébként ezt azért hozták létre, mert tapasztalták, hogy mivel nagyon sokféle támogatási rendszer van, hát nem könnyű átlátni az egészet úgy, hogy azonnal tudjak dönteni. Ez nagyon-nagyon kevés ez a szakember, aki ma az összes támogatási elemet fejben tudja tartani, ez az elmúlt évek alatt rendkívül kiterjedté vált. Tehát mi ezt kifejezetten azért hoztuk létre, mert erre láthatóan igény van, napi szinten rengeteg megkeresés érkezik, és azt gondoltuk, hogy ebben a formában a legcélszerűbb kielégíteni az igényeket. 2015-ben indult el a CSOK, és gyakorlatilag minden évben azóta új elemek, új potenciális támogatási elemek jelentek meg. Most ugye 2021. januárjától is indul az illetékmentesség, a felújítási támogatás, és még további elemek, áfa elengedés például. Én azt gondolom, hogy ma már borzasztóan összetett a támogatások rendszere, és ahhoz, hogy jól tudjunk dönteni, hiszen nem mindegy az, hogy 1-2 millióval, vagy akár több millió forinttal több vissza nem igénylendő támogatást tudok, vissza nem fizetendő támogatást tudok igénybe venni, vagy nem. Tehát itt több millió forintról beszélünk ahhoz, hogy alaposan tudjunk tájékozódni, és utána jól tudjunk dönteni. Az előbb Balogh László helyettes államtitkárról beszéltünk, hogy a zseton nevű pénzügyi játék jön. Nagyon jól átvezetjük ide, mert itt ott is volt szó megtakarításról, tudatosan. De itt meg az van, hogy nehogy véletlenül elrontsunk valamit a megtakarítások kapcsán. Például, gondolom én. Ez abszolút így van. Tehát ez a 100% élet, mármint arra gondolok itt, hogy ez abszolút nem játék. Itt alapvetően azt gondolom, hogy a tudatos döntés nagyon sok millió forintnyi előnyre fordítható le minden családnál, ezért érdemes megfelelő tájékozódással elindulni, és természetesen megfelelő időt adni a jó döntésre. Ügyvezető úr, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, viszontlátásra.